Hova megyünk, pulyka patkány? A pulyka patkány, ez most új. A pulyka patkány azért, mert a pulyka van így fölfúvódva, hogy Pulyka kakas. Pulyka patkány olyan nincs. Hát de kakas te nem lehetsz, te szerencsétlen. Kakas jó, de az hogy nem... az fújódik fel, arra szokták mondani, nem? Hogy a pulyka kakas? Mondjuk én most pont úgy ülök itt, mint egy ilyen fölfúvódott, pedig ez csak a téli kabátom, amit ide gyűrtem. Na egyrészt induljunk, mert zöld, másrészt hova megyünk? Jézusom. Igen? Hát talán most így 3 év után majd sikerül megcsináltatni a kaput, de ez most ismételten a nagyon sokadik felmérés, aztán majd meglátjuk, hogy az illető hány hónap múlva, vagy hét múlva fog eltűnni, melyik fázisban de fog eltűnni. Mondd el, hogy hova csináltatunk kaput, tehát nem a nappaliba. Dehogy mondtad. Jó, mert nekem annyira egyértelmű. Jó, hát de nem mindenkinek egyértelmű. Tehát horányba megyünk, de ez azért érdekes, mert már olyan sokat szóra próbálkozunk, mindenki eltűnik, lelép, mégse jön van, ki. Valakivel eljutunk odáig, hogy egyáltalán kijön felmérni, az már nagy szó egyébként, hogy odáig eljutunk. Akkor én elkezdek reménykedni, hogy na akkor izé. Akkor nagy nehezen egy-kettővel eljutunk oda, hogy ad egy árajánlatot, az már szintén reménykeltő, és akkor utána az árajánlat után. Valamelyik háromszor jött ki felmérni, és különböző, már mindent megbeszélt. Olyan is volt, aki már lesúvikolta, vagy úgy csinálnak vele? Lesmirglizik? Aztán úgy voltunk vele, hogy jó, ne új kapu legyen, hanem új lekasz. Fel. Mit csinál vele az, aki lesikálja? Csiszolja. Ja, csiszolja. Ez nem jutott szóval eszembe. Utána úgy döntöttünk, hogy akkor ne legyen új kapu, lehet, hogy egyszerűbb, hogyha csak felújítatjuk. Na, akkor az ember, akit találtunk... Az ember? Az kijött, elkezdte csiszolni, stb. És közben rájött, hogy ő ezt nem fogja tudni megcsinálni, bár ezt nem vallotta be, csak így folyamatosan mindig tolta valami. Na most ma nagyon izgalmas napra ébredtünk, mert most a Kira rajongói érkeznek. Én mondtam is, hogy lehet, hogy követnek, inkább azt. Kira követői jönnek. Férfiak garmadával érkeznek, egy egész stáb. Nem voltam kirakni, hogy gondoltam... A melletet az Instára. Hogy legyen egy jó valaki, aki megcsinálja a kaput, ki kellett rakni a mellemet az Instára. Kénytelen voltam. Mindenkitől azt kérdeztem, hogy tud-e kapust. Tud-e kapust? Gondoltam, jó, akkor innen már csak egy ugrás, akkor kirakom az Insta sztoriba, hogy hát ha valaki. Ott is volt egyébként már olyan, aki jelentkezett, meg is beszéltük, hogy aztán kiderült, hogy valójában szűcs. Nem, hirtelen covidos lett, ez mostanában a legjobb indok. Ez csak igaz. Hát a covid után azért nyilván azért pár hónap már eltelt, úgyhogy gondolom már meggyógyult, innen is üzenem neki, hogy remélem már jól van. Jó, ez hát, szinte olyan, mint azt lehet, hogy remélem, hogy nincs jó. Nem, nagyon remélem, hogy jól van, de hát nyilvánvalóan nem jelentkezett azóta, amivel nincsen semmi gond, mert még a jó, hogyha legelején kiderül, hogy valaki több megbízhatatlan. Szóval az a lényeg, hogy 2023-ban, de már 22-ben is így volt, emberek mennek át előttünk váratlanul. Hogy miről beszélek, ugye? Ja, arról, hogy a kapu, tehát, hogy már egy évek óta nem sikerül megcsináltatni a kaput horányba, úgyhogy most nagy reményekkel indultunk neki, Kira a sofőr, ő irányít, én majd elbúrok a bozót mögé. Egyébként az a vicc, hogy jó, jó és megbízható szakember találni, az olyan, mint hogyha egy jó orvost. Tehát, hogy gyakorlatilag most már nem elég, hogy az embernek van pénze, tehát ki tudja fizetni. Ki tudjuk fizetni még pont a kaput. Ismerettség, szívesség, és nem is tudom, hogy... Igen, csak egy jó orvos, az eltesz lábalól. Ebben egy rossz orvos, nem a jó nem. A rossz orvos eltesz lábalól, a jó kapus meg nem jön. Ugye? Tehát ez a mi van. Ugye most kimenjünk arányba, és bízunk benne, hogy a Kira követői segítenek nekünk. Természetesen nem ingyen várjuk el a segítséget, hanem fizetünk busásan magyar, értékes magyar forinttal eddig fogunk fizetni. Eddig is fizettünk volna, de hát persze. Egyszerűen nem akarták. Tehát ott áll ez a gyönyörű kaiba, amit már többször láttatok, ezek az okádék, okádmány kerítéssel. Nem lenne annyira gáz az a kerítés, hát ez a tipikus 70-es évekbeli, mindenhol ez volt, csak hát olyan rossz. De hihetem, hogy mi már ott tartunk, hogy kerítés felújításról csinálunk videót? Ez nem nagyon kellemetlen számunkra? Még azt akartam elmondani, hogy a múltkor már be se tudtunk jutni, úgyhogy most se egyébként, mert a lakat úgy elrozsdásodott, ugye két esőt se bír ki, még az se, ami egyébként... A saját házunkba kell betörni, csüngök le, a kapu, mint egy betörő. Ázni, akkor a Máté kifeszítette a kaput, hogy én egy ilyen lukon beférjek. Pont betuszkoltalak. És ugye azóta is le van zárva, hogy kellett venni egy
nem vágni, hanem kellett egy mindent elvágó acélvágó. Na most az benne azt van. Azt is rögzítjük, ahogy betörünk most, a saját nyaralomba. Most először fogjuk kipróbálni, hogy egyáltalán működik-e, jó. És le tudjuk-e szedni a láncot. Zsibbad, ez melyik karom? Ez a bal, akkor az még nem olyan baj, hogy a jobb karom zsibbad, nem bírom tovább. Na, menjünk. Videózok. De már forog? Igen. A na? Na, itt de a most, gyönyörű kapu, erről van a szó. Igen, és jó lenne, ha nem a láncot vágnád el, hanem a Na jó, leteszem a kabátomat is a kutya szarba. Azt akarom mondani, hogy ki az, aki még ezzel jár haza a nyaralójába? Hát mi? De ez nem nyílik ki eléggé így. De a lakatot próbál meg levágni. Meg se tudom fordítani, tehát... Most látok semmit. Tehát a lakatot kéne elvágnom? Welcome home. Jó, de most ez lesz az menni érdekes... Fog? Nem. Hogy fog menni? Jó lakatot vág... Ja, jó. Miért? Melyik lakatot? Én nem látok menni? Semmit. Te jó is, tehát ez... Ez nekem nem fog menni. Akkor meg kell várni a lakatosokat. Meg fog menni. Nem fog itt pattanni? De pattanni fog, úgyhogy nem... Jajjaj! Nem de jó, jó, jó technikával csinálod ezt? Jó, nagyon belemélyed. Belemélyed? Ez ennyi erő kell? Hát ez sokkal több. Jó, hát lehet inkább a láncot kéne akkor. Nem? Hát... Vagy? De, egyébként belemélyed. Na. Hát a lánc ugyanolyan... Ugyanolyan széles? Várjál. Na? Ez az! Megvan? Elvágtam. Na jó, de és most? Hát szedd le róla a lakatot. De most a láncot vágtam el, te nagyon. A láncot? Nagyon. Azt mondtad, hogy akkor vágjam el a láncot. De azt mondtad, hogy ugyanannyi. De hát... Hát most nem fogjuk tudni visszarakni. És ráadásul teljesen... Középen. Te van ennyi, neked agyad? Ennyire hülye nem lehet. Képzeld, de tényleg. Ennyire hülye vagyok. És utána hogy akarod visszacsukni? Hát ne legyél már... Na jó, de ekkorát vág össze, nem tudom ki. Hát hogy add már ide. Dehogy adom de, oda. De az nem... Hát bújtasd ki belőle. De nem búj ki, mert a nagyobb a luka. Azt akkor így. Na jaj. Ez az, most jó. Így. Most jó. És még vissza le, vagy most teljesen szétcseszted. És már benne is vagyunk a nyaralóban. Milyen jó lenne, ha minden nap így jönnénk haza, nem? Nagyon aranyos. Na. Na jó. Gyere. Látjátok? Nem hazudunk. Aha, tárgyal. Tárgyal a kíra. Nagyon komolyan. Ő szokott. Én meg benleskelek a házban, mert lehet, hogy én csak így rossz, hogy itt vagyok, meg elrontom az üzletet. Úgyhogy Kira vette át az irányítást, meg minden. Úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy ezúttal elkészül a kapu. Meglátjuk, én nem merek beleszólni, én itt kushatok a jéghidegházba, és itt vagyok meg. Egyébként ilyen télen, tehát egy ilyen berobbanás. Hát tudjátok, hűtő. Igen, megyek! Ki kell mennem. Na, szólalj már meg, hogy mi van. Jaj, de rám kapcsoltad a villanyt. Mert az ízélünk sötétbe, hát nem látszunk. Pizsamában vagyok és sapkába. Ez az én divatom. Te én hogy vagy? Én nagyon fáradtam. De én is, de miben fáradtunk el? Nem tudom, az egész napban. De jó volt. Jó nap volt, bármire hazaértünk, felfort a hűtővizem, úgyhogy... Na most ezzel ne traktáljuk a kedves nézőket. Füstölgött az autó, de én vezettem. Füstölt. Hát igen, lehet, hogy az volt a gond, hogy visszafele te vezettél. Hát biztos azért ford fel a hűtővíz, mert én vezettem, na ne szórakozz már. És mi a kapu konklúziója? Hát nagyon bízunk a fiúkban, hogy most ezúttal meg ezt csinálva, és azt ígérik, hogy ők egy személyben mindent lezongoráznak. Le is festik, ott volt egy kis vita. Mert én zöld kaput akarok. Hát most még azt nem egyeztem meg a Mátéval, mert kiderült ott a megbeszélés közben, hogy ebben nincs egyetértés, hogy milyen színű lesz a kapu, mert hogy azt felejtsd el, hogy zöld lesz. Igen. Tehát, hogy a miért is felejtsem el? Olyan hirtelen azt mondtam, igen, de csak mert néztem magam. Hát én is csodálkoztam. Nem, csak néztem magam. De hogy miért nem? Szóval, hogy ezt mondja, hogy megbeszéljük, hogy milyen színű lesz a kapu, ezt még ki kell találni. De ha minden igaz, akkor
Három vagy négy év után? Mikor? Hát nagyon rég, hát 19-ben vettük vissza a házat. 20-ba újítottuk. Igen, fel. Hát akkor három. Mondjuk, hogy három év után talán lesz. Három évig egy patkánykapun jártunk keresztül, és most ez elvileg meg lesz. De tényleg már itt tartunk, hogy erről csinálunk videót? Most nem mindegy, hogy miről most éppen ezt foglalkoztat minket. Írjátok meg, hogy ez borzasztó-e, hogy kapukészítésről csinálunk videót. Hát meg egyáltalán tök mindegy, hát tudjuk, hogy milyen nehéz szakember találni, bármiről van szó. Tehát ez egy létező probléma. Értem, tehát akkor ilyen létező problémákról fogunk videót gyártani. És most egyébként már ugye csináltunk egy videót, már ez tök sikeres volt, mert nagyon szeretétek a sorozatokról. Most a Breaking Bad-et nézzük. Az jó. De ez egy már régi ősleletet futott. Lehet, hogy már mind láttátok. Breaking Bad. Jó. Ez nagyon jó. Igen. Ez nagyon most jó. Is mindjárt maraton tartunk igen. Belőle. Breaking Bad, alig várjuk. Úgyhogy nézzétek, szuper, igen. Hogyha lemaradtatok róla. És egy ilyen ajánlóval lesz vége? Egy ilyen kellemetlen az egész? Miért? Most mit akar? Szeretném nézni a... Ja, bocsánat, ő szeretné nézni, úgyhogy kopjatok le. Hát ez tényleg nagyon jó. Hát én kérek elnézést. Na jó, csinálok egy külön YouTube csatornát. Ez a nő teljesen vállalhatatlan nővel élek. Ne, ez tényleg nagyon kínos. De ne, ezt ne is adjuk le. Ez borzalmas.